Alaszka háromszög, természet feletti anomáliák, gyilkos energiaörvények a misztikus zónában. Önbeteljesítő jóslatok, proféciák és orákulumok. Magyar Habsburgok, a nádori ág története. A Baltikum atlantiszai elsüllyedt hanzavárosok. Klímaválság, valós veszély vagy hisztéria? A titokzatos jandrák, ősvilági, geometriai gépek. Az okkult fizika géniusza, Newton titkos kutatásai. Nanteosz kupája, ez a mágikus ivóeszköz volt a Szent Grál. UFO vallások, a hit modern 21. századi formái. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin májusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Szűcs Róbert nevében is köszöntöm a hihetetlen nézőit. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok. Kérem szépen, gyors visszatekintés a múltkori adásra, és aztán egy olyan, amilyen nem nagyon volt az utóbbi időben, mert hogy a mai egyetlen egy földrésszel, egy kontinenssel és egyetlen egy témával foglalkozik. De akkor nézzük először a múltkorit, ugye az összeesküvés elméleteknek volt a második felvonása. Az összeset nem sorolom el, remélem nagyon sokan látták, de volt benne JFK, azaz a Kennedy gyilkosság máig megoldatlan rejtélyei, aztán időjárás manipuláció, mit mondjak még el, chemtrail jelenség, és még egy csomó összeesküvés elmélet. 10 témával foglalkoztunk, és képzeld el, a nézőink hozzáállása a következő. Körülbelül 5-en vették a fáradtságot, hogy fölírták nekünk szépen pontokba szedve, hogy jaj, de jó lett volna, ha erről is beszéltek volna, és akkor az esetek kapcsán is mondom, hogy nagyon jó lett volna, ha ebből a 10 bejátszásból 10 külön műsort csináltunk volna, akkor valóban belefért volna, de hogy éheznek az információkra. Azt mondták ezekkel a dolgokkal, hogy megint a legtöbb levélben szerepelt, hogy olyan információk voltak, amit erről eddig máshol nem olvasott, lenyűgöztetik, és azt mondta, hogy nagyon jó, mert így legalább képbe került, tudja, hogy hogy zajlanak a világban az események. És a legtöbb a Facebookon is a reagálások, hogy csücsö, egyetlen gondunk van. Miért mondják, hogy ez összeesküvés elmélet? Ez a valóság. Igen. Mondom, jó, lehet is így is nevezni, de mi azért legyünk diszkrétek, visszafogottak, szerények, nem vagyunk azok, de próbáljuk annak látni. És úgyis mindig mondjuk azt, hogy miért hiszük azt, hogy mondják azt, hogy összeesküvés elméletek. Látod, ennyi az egész. Egyébként örömmel mondom, és mindjárt, amikor sorsolunk, akkor ki is derül, hogy csapatunk bővült, és mondhatom, hogy csapatunk, mert ugye becsatlakozott hozzánk a 23. ország is méghozzá. Észak-Írország. 22. volt a Svájc, hogy emlékeznek előtte. Tunézia volt a 21. és most a 23. Észak-Írország. Szingapur, elég exotikus helyekről, és köszönjük, és nyertesünk is. Az egyik onnan van. De bocsánat, még Ausztráliában az a kedves hölgy, aki nézte a műsorunkat, az nagyon átadta ezt a tudást a különböző érkezésnek. 5 megfejtés érkezett Ausztráliából. Szóval az azért nem semmi. 5 különböző városból is. Különböző városban. Frankon? Ja, persze. Én azt hittem, hogy a szomszédokat Nem úgy a szomszédokat, hanem fölvette a mindenfelé. Az egyik Brisbaneből érkezett, a másik Sydneyből érkezett. Ez tehát, igen. Na, de azt mondom, hogy őszinte elismerésem, ilyen távolból, ott ilyen magyarnak lenni, és elküldeni megfejtést. És ír is mellé egy kis dolgot az illető. Természetesen. Mondom, hogy ír is mellé, hogy legközelebb hozzad, és azt is elmondjuk, jó, hogy mit igen, írt. Általában azt írja, hogy ott ezekről a dolgokról nem hallanak. Hát, nincsen műsor, se tévéműsor, se rádióműsor, se újság nincsen, ezzel foglalkozna. Tehát ezeket az információkat nagyon-nagyon hálásak, hogy mi eljutatjuk innen egy másik földre. Így van, Ausztráliához képest, egy kis ország nagy információ tömkelegében. Így igaz. Na kérem szépen, akkor ígértem itt az elején, hogy ilyen műsorunk nem nagyon volt még, hogy egy téma, és ez pedig az antarktiszi piramisok, nem tévedés. Van egy alcím is, ami nagyon jó, idegen városok a jég alatt, ezzel már azt hiszem el is árultam pár szót arról, hogy tulajdonképpen ezekben az összeállításokban mi mindent fognak látni Antarktiszról, a jég fölött, a jég felett,
és a föld fölött is. Így igaz. És a legérdekesebb az, hogy amikor én gondolkoztam, hogy mi legyen az alcíme, akkor mondom, hogy a jég alatt legyen, a föld alatt, vagy a föld és jég alatt, ugyanis változó nagyságú a jégréteg. Például ezek a piramisok, amiről most fogunk beszélni, ezek az olvadást következtében, ez is egy érdekes dolog, ez az Antarktisz egyik része olvad, a másik része pedig fagy. Növekszik és fagy. Tehát ezekről a dolgokról nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy most a föld alatt van, mert lehet, hogy néhány méteres égréteg van is alatta, kilátszik a föld, és odaépítették. Rengeteg hőforrás található, tehát rengeteg olyan elképesztő, hihetetlen dolog van valóban tudományosan alátámasztva az Antarktiszon, amely valóban lehetővé tenni, hogy városok legyenek, bázisok legyenek, hatalmas barlangok, a meleg vízzel, a hőforrásokkal pedig teljesen egészében meg lehetett oldani már régebben is a energiaellátás, és még egy, ne feledkezzünk el, elképesztően sok történetben szerepelt. X-aktákban onnan szállt fel egy hatalmas űrhajó. Hitler csészébe ott voltak a náci bázisok, hát itt persze. Szó lesz majd benne. Tehát rengeteg dolog kötődik ez a kontinenshez, ami nagyon stílszerűen az utolsó fehér folt a térképen, a szószoros értelmében is fehér, és majd meglátjuk, hogy miért is fehér? Miért szerepel olyan helyeken, ahol fehérnek kellene lennie, de rendes felszínmutató térképet látunk, és nem mostanában készült, elárulhatjuk. Igen, száz évvel ezelőtt. Igen. A másik dolog pedig, hogy csak így mondtad, mi van a jég alatt, hát ilyen nagyon régi ósdi módszerekkel nem is csodálom, hogy nem lehet megtalálni, mert csomó ilyen 5 km vastag a jég, úgyhogy elég nehéz lehet találni. Jó fogják illusztrálni majd ilyen ember. Antarktiszi piramisok említettem. Én egyetlen egyet mondok csak, hogy ami megdöbbentő volt, amikor megnéztem, hogy az ott felfedezett egyik piramis, nagy piramis, az körülbelül a ötször akkora, mint a Földön a nagy piramis. Az az igazság, hogy ezt majd akkor akartam elmondani. De ennyi, előzetesen erre azért előzetesen. Várjál, inkább csak néhány olyan felvezető tényt, hogy a kedvet nézőink képbe legyenek. Igazából az Antarktisz 1820 tájékán akkor fedezték fel. Igen. És 1853-ban egy Mercator Cooper nagyon szép neve van, szerintem van egy ilyen nevű, legalábbis az első rész egy utazási iroda. Ez a Mercator Cooper nevű tengerész, ő volt az első, aki ennek a kontinensnek a földjére lépett. Igen. És utána következett be ennek a területnek a feltérképezése, feldolgozása. Napjainkban már megszámolhatatlan felvétel készült, műholdakkal, radarral, mindenrel a felvételket. És ez azért fontos, hogy igazából képben legyünk, hogy mi most olyan dolgokról fogunk mesélni ebbe a műsorban, hiszen a piramisok eredete a régmúltba vezethető vissza, igen, hogy miképpen tudták ábrázolni 100 évekkel ezelőtt, mielőtt egyáltalán valaki felfedezhette volna, miképpen tudtak olyan térképet készíteni, mely olyan ábrázolás, amelyen nem látható jég. Hát mi 300 évvel azelőtt, mielőtt felfedezték volna, ott volt. Így van, de most képzeld el, és tényleg nagyon jól lennek, hogyha valaki eljutott volna oda véletlenül netántán Kolumbusz idején, vagy magánidején, valaki véletlenül eljutott volna oda, akkor ugyanebben az állapotban, vagy nagyon-nagyon 99,99%-ig hasonló állapotban látta volna, és elképzelése se lehetett volna arról, hogy itt milyen hegyek, milyen folyótoklatok vannak. És akkor előkerülnek ilyen régi térképek, és akkor a tudomány szokás szerint nem mond semmit. De a tudomány azt azért bizonyítja, hogy nem hamisítványok. Ja, hogy természetesen ezek nem hamisítványok, hát olyanok találták meg, hogy például volt, amiben azt hiszem, a konkrétan bejátásokban nem szerepel, hogy volt egy Piri Reis, ez többen úgy mondják, hogy Piri Reis admirális, nem jó, igen, mert a Reis maga az egy rendfokozatot jelentott a törökben, az tengernagyot jelent, tehát ez Piri tengernagy, egy egyszerű tengerész volt, aki felküzdötte magát a tengernagyi posztig, és neki volt egy térképe, amit állítása szerint régebbi ősi térképekről másolt át, és ez egyébként 1929-ben, amikor a Isztambulban Topkapita palotát restaurálták, felújították, akkor találták meg, igen, és megdöbbentek, hogy úristen, tökéletesen ábrázolja a térkép a körvonalat, Dél-Amerika körvonalát, így van, tökéletesen ábrázolja, és ott van Ausztrália, és ott van egy kontinens, ami nem fehér, hanem jelezve vannak rajta a hegyvonalatok, a folyótorkolatok. Igen. Ez legkorábban 6000 évvel ezelőtt fordulhatott elő azzal a részen, hogy ez így szerepelt, igen, de inkább 12000 év a reális. Na most, de, hogy is kerül össze ez a két időpont? Tehát, hogy 12000 évvel ezelőtt készült egy térkép, valaki készített egy térképet,
amihez föl kell menni. Föl kellett, mert onnan lehetett csak. Mint egy műholdról kellett volna felvételt készíteni. De itt én ilyen százas nagyságrendű kilométerekről, mérföldekről. Így van. Na, ne lőjük le az összes poént. Jó, akkor megyünk, egyetlen egyet tennék hozzá, mert mindig mondják, hogy az Antarktiszon hideg van. Én valahol vagy itt láttam, vagy olvastam, hogy ilyen középhőmérséklet mínusz 45 fok, meg ilyesmik. Vosszok állomáson mínusz 80 vagy 92 fokot mértek, a világ leghidegebb pontja ott van. Fagyott be a mérő? De mindenki befagyott már, ki kellett olvasztani, de a világ leghidegebb pontja, természetes eredetű leghidegebb pontja, leszámítva a világűrt, az ott található. Így van. Na hát akkor nézzük meg, hogy egyáltalán milyen is, most így képileg is, ez a mai Antarktisz, de rögtön felmerülnek a kérdések, ami majd el is hangzik, hogy egyáltalán kik élnek most ott, vagy kik élhettek ott íme. Szóval itt volt ez az 5 kilométer vastag jég, amiben beleférne ez a felhőkarcoló. Sea Stormer. Jó néhányszor. Na most, hát ez a bizonyos, hogy ott vannak kutatócsoportok, kik élnek ott, kik nem élnek ott, de nekem az jutott most menet közben eszembe, hogy itt van ez a hatalmas piramis, amit láttunk. Nem évszámra vagyok én kíváncsi, hanem olyan sok-sok évig ez senkit nem érdekelt? Hát nem, senki nem jutott el. Az egy nagyon-nagyon veszélyes vidék. Még most is nagyon-nagyon nagy merészség ott hajózni. Uh-huh. Az első időkben, amikor a Dél-Amerika legdélibb pontjánál, a Hornfognál, amikor átmentek a hajósok, mert nem volt Panama csaton, és meg kellett uh-huh. kerülni, hogy átmenjenek a Csendes óceánra, az iszonyan emberpróbáló feladat volt, és nagyon sok hajó áldozatul esett a jeges vizeknek. Uh-huh. Egyébként ez a ezt tudod, amikor 2015-ben sikerült ide eljutni, itt látható egyébként az Arktika. Igen, és ez is a képen. Igen, és ez ez Ushuaiából levezet a legdéli pontjáig a kontinensek, mm-hmm. ahova még el lehet jutni ösvényeken, onnan már csak hajóval, illetve mm-hmm. már csak külön engedéllyel. 3000 kilométerre voltam a déli sarktól, ez volt a azért lehet, a hogy pólóban vagy, mert kicsit hidegebb. Igen, igen, kicsit hidegebb van, de gondoltam, hogy én fehér pólóba stílszerűen így jelenek meg. Na most, ami nagyon érdekes, 2012-ben, amikor éppen ment a nagy világ vége mizéria, pont abban az esztendőben, akkor kezdtek előbukkanni ezek a piramis formájú alakzatok. De tényleg látványosan úgy néz ki. Akkor mindenki azt mondja, hogy oppá, na, de hát miért nem küldünk oda azonnal embereket? Hát itt elmondták, mínusz 45 fokos középhőmérséklet, a közlekedés, az embertelen, és rengeteg kilométer, nem tudnak, 320 kilométer olyan, mint egy hurikán, az úgy kapja föl a járművet, és öli meg a személyzetet, és elbeszél hát, minden. Mondjuk, mint három hurikán. Na, így van. háromszorosan. Így van, na most képzeld el, tehát ezért ez nem olyan nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolog, viszont ezek az alakzatok feltűnően nagyon-nagyon hasonlítanak a világ számos más pontján található piramisra. Tehát, amit most itt láttak ezt a valamit, ez most nem a szabadkőműves jel, csak mondanám, tehát amit láttak, ha egymás mellé raknánk a Keopsza nagy piramissal, igen. akkor borzasztóan hasonlít a dőlésszöge is. Tehát nagyon többi, úgy néz ki. Ami található a világ minden pontján. Így van. És olyan sokszor el igen, és most gondold végig egyébként, amit a legényen már felvetettünk, hogy mennyi hihetetlen sok dolog kapcsolódik ehhez. Mennyi sok titkot rejtett ez. Hát a Hitlernek a bázisaitól. Hát egyértelmű az, talán kiderül majd a bejátásokból, hogy ők oda küldtek hajókat, tengeralattjárókat. A titkos küldetésekről még nincs is szó. Arról sem esik szó most ebbe, csak mi kiegészítjük, hogy a második világháború végén úgy gondolják, hogy azt a hihetetlen fejlett csészehaj technológiát az tengeralattjárók segítségével az összes dolgot átszállították ide a déli sarkra. Uh-huh. És ők már réges-rég megépítették az úgynevezett 211-es számra elkeresztelt bázisukat. Uh-huh. Tehát ott már megcsinálták. Nagyon sokan úgy vélik, hogy ott, ha valahol lehet földönkívüli bázis, most igazából uh-huh. idézővetében biztonságosan, na az ott van. Ez megragadta a filmkészítők fantáziáját. Uh-huh. Említettem az X-attákat, az Alien vs. Predator című filmben szintén ott szerepelnek. Tehát nagyon sokan tisztában vannak ezzel, hogy ez tényleg egy misztikus kontinens, és ha kiderül, hogy azok a piramisok, amik most kezdenek előbukkanni a klímaváltozás következtében, ezek tényleg esetleg a legősi piramisok, hogy ők voltak a mintái azoknak, amit a világ minden pontja megtalálni. Igen, de az is, én nem akarom, hogy itt mindent elmeséljünk előre, de ugyebár olyan feltételezések is vannak, hogy most a föld felszínén lévő piramisokról beszélünk, hogy mint egy energiaforrásként is szolgálhattak, vagy mondjam, az áramfejlesztőként.
És ha már itt az előbb említetted... Ez majd a következő rész lesz. Igen, de ha már az előbb említetted azt, hogy az egyik részén olvad a jég, a másik részén az Antarktisznak meg egyre nő, dagad a jég, és van olyan feltételezés is, majd ezt is valahol látni fogjuk, hogy esetleg egy föld alatti, illetve jég alatti város vagy valami rejtőzik ott, és hasonlóképpen felmelegszik. Hát, és ezért elkezd olvadni. Ezt nem is tudják másképp megmutatni. Az egyik oldal, a keleti oldalán évi 82 milliárd tonnával növekszik a terjedelme, mennyi hóformájában leúlik. Másik oldalon meg 60 köbméternyi jég zuhan az óceánba. Ja. Utána az későbbiekben, amikor az áramzók elviszik, akkor az már felolvad. Tehát erre az ellentmondása igazából még senkinek sincs kiforrott elmélete, és akkor jönnek a klasszikus összeesküvés elméletek, és azt mondják, hogy így van, és nézzük meg ezeket, ha valahol kényelmesen elbújva élhetnek földön kívülek, az ott van. Egyébként van képünk hozzá, szóval úgy értem, hogy amikor leolvadnak a jéghegyek meg minden, látni fogják. Na mindegy, most már sok beszédnek sok az alja, inkább folytassuk kalandozást az Antarktisz jegén, vagy éppen a jege alatt. Szóval az egyik dolog, amit ugye mindenféleképpen érdemes megjegyezni, hogy több mint kétszer nagyobb, mint bármelyik földi. Hát a bármelyik kicsit félrevihet, mert nem mindegyik egyforma, de akkor tegyük föl, hogy kétszer nagyobb, mint a legnagyobb földi. Igen, hát én szerintem, Miklós, én nem tudom, vagy ha ezt mondta az illető, akkor nagyon bugyuta volt, bocsánat. Ha rosszul fordították, akkor pláne a következő. Igen. Imádom a matematikát. A nagy piramisnak most nagyon kerekítve, mert 230 méter, de legyen 200x200-as, az 40 ezer négyzetméter. A 2 kilométer szer 2, az meg 4 millió. Tehát 100-szor akkora csak az arab területe, a tömege pedig még 10-szer 1000 akkora lenne. Ez tehát ha ott az egy hatalmas piramis, akkor ez 1000-szer akkora lenne. Amikor láttam ezeket a képeket, és néztem ezeket a formációkat, nem biztos egyébként, hogy ezeket ugyanazzal a technológiával építették föl. Lehetséges, hogy egyszerűen ott voltak természetes hegyek, csak ők szépen ezeket átformálták. Egy földönkívüli technológiával. Földönkívülieknek ez nem okoz igazából semmiféle problémát. Megcsinálták, és tényleg ezek szolgálhattak mintául. Mm-hmm. De mondom, 2012 óta egyre több ilyen dolgot fedeznek föl, nagyon sok műhold felvétel készült, és szokás szerint ugyanúgy emlékez vissza, amikor a Marson azt hiányoltuk, jó, ez most kicsit nagyképp. Azt hiányoltuk, hogy miért nem mennek el azokra a részekre, ahol azok az érdekes dolgok, a Marsart, a Mars piramis, a Mars város található, miért nem küldenek a szondát egy Phobosra, te nagyon sok adásban elmondtad, hogy egy aszteroidára le tudunk szállni, akkor a Marsnak a holdjára meg pláne le tudnánk szállni. Itt meg egy 3 négyzetkilométeren kóborral ez a Marsjáró. Azért mondom, na most itt arról van szó, hogy megint ahelyett, hogy elmenne oda valami felderítő egység, megállapítaná, lefényképezni, és visszajön, és azt mondaná, hogy hölgyeim és uraim, ez igazából ez természetes eredetű, nem, ehelyett megy, hogy lehet ilyen ostobaságot feltételezni. De hát annyi titka van még ennek a kontinensnek, hogy tényleg évtizedekig tartott, amit mindent föltárják. Igen, csak az jutott eszembe, hogy ez, amit itt mondott is az úr, hogy elképzelhető, hogy ősi civilizáció és az Antarktisz lakott volt. Ő kérdőjellel mondta, de elképzelhető, hogy ez nem csak egy szónoki kérdés. Igen, de most arról nem beszélünk, ezt már sok műsorban felvetettük, a Föld pólusának megváltozása. Igen. Tehát sokan feltételezik, hogy az Antarktisz annó, az egész Föld kérének az elforrása nem is ott helyezkedett el. Tehát nem is azon a ponton helyezkedett el. Akkor nem beszélve arról, hogy a különböző jégkorszakok követték egymást, 12 millió éve úgy gondolják, hogy lakatlan, mert hogy ott olyan viszonyok uralkodtak. De 12 ezer évvel ezelőtt, meg 6 ezer évvel ezelőtt is lehetett egy felmelegedés, amikor sok kilátszottak a partszakaszok, egyiket is sokkal több kilátszott a Földből. És ezért fontos, amit a műsor legénél utaltam, nem feltétlenül a jég alatt kell keresnünk, hanem fagyott Föld van. Fagyott Föld van. Ebben a fagyott Földben eleve kialakulhattak barlangok, különböző, és amiket kibővítettek és átalakítottak, és fölött esetleg néhány tízméteres, esetleg mit tudom én, csak néhány százméteres jégréteg van.
5000 méteres jégréteget a jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk egyelőre odavinni olyan eszközöket, amivel át tudnánk fúrni és lejutnánk az aljáig. Igen, de drága tudomány, hogyha el tudja fogadni azt, hogy Grönland egy időben zöld volt, meg a neve is onnan van, akkor itt miért kérdőjelezik meg állandóan azt, hogy például az Antarktisz nem lehetett néhány ezer vagy tízezer évvel ezelőtt, akár lakott, akár nem jéggel borított. Hát mondok neked egy... Egy eszembe jutott, hogy ahogy az északi sarkot felfedezték, és egyáltalán bejárták, ott, és ezt komolyan kérdezem, tényleg annyival szörnyűbb körülmények vannak a déli sarkon, mint az északi sarkon, pedig hát aztán ott aztán olyan hideg van, meg hó van. Nem, hát az északi sarkon egy picit kevésbé van hideg, és ott egyébként ott csak jégtáblák vannak, tehát az északi sarkon nincsen földterület alatt. Igen, a déli sarkon viszont az egész ez egy földterület. Na most, ha az utóbbi időben meghallgattad azokat a klíma szakembereket, akik nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy úristen, hova vezet a globális felmelegedés, az egyik érv az volt, hogy elolvad a déli sarknak a teljes jégtakarója, akkor az bekerül, akkor az nem tudom az óceánnak a milyen emelkedésével jár. De egy szót sem ejtettek arról, hogy ez, amit mondtuk, hogy csak az egyik oldalára vonatkozik, hogy a másik oldalán pedig elképesztő mennyiségű, mondom 82 milliárd tonnával növekszik évente, és ez egy óriási, nagyon-nagyon-nagyon sok köbkilométerrel, tehát több növekszik. Tehát jelen pillanatban a déli sarknak a jégtakarója igazából növekszik. Tehát egyáltalán nem csökken, és nem fenyeget bennünket az a veszély. Ha fenyeget, az azért van, amit nagyon jól utaltál rá, hogy olyan bázisok lehetnek ott, amelyek vagy saját energiát termelnek, vagy kihasználják azokat a hatalmas, óriási, gigantikus hőforrásokat, amelyek fölfelé jön a hője, elkezdi megolvasztani, és de ennek köszönhetjük mondjuk igazából azt is, hogy néhány ilyen piramis formájú alakzat kiszabadult a jégfogságából, leolvadt róla a hó, és sétányban előbukkant egy olyan százszoros nagyságú Cheops piramis. Na jó, akkor említettük itt már most is, meg régebben is, akkor meg is mutatjuk természetesen. Következzék ez a bizonyos térkép. Na szóval újabb rejtély, ugye, amire már utaltunk, hogy akkor ezt onnan föntről 130 kilométerről lehetett belátni, vagy látni, hogy ezt így ábrázolni lehessen. És akkor én felteszek egy nagyon komoly kérdést. Vajon milyen járműről, űreszközről, csészajról, hőlékbarolról, bármiről láthatta ezt az akkor embere, olyan magasból. Igen, hát egyébként ezt az urat úgy hívják, hogy Oronce Fini egyébként, ez a normális neve, csak latinosan volt ez az Oranteus Fineus, egy földrajztudós volt egyébként, és írt egy könyvet, ennek felírtam, olyan szép címe van. A világ mindenség teljes leírása, teljes új leírása, írt egy könyvet, és ebben a könyvében szerepelt egyébként ez a bizonyos térkép. Igen. Most neki ahhoz, hogy ilyen térképet el tudja helyezni a könyvébe, ezt valószínűleg átrajzolták tényleg régebbi térképekről. Tényleg olyan tökéletesen van, ez a gömbháromszögtan, ez egy nagyon-nagyon érdekes tudomány, és a mostani térképeinket úgy gondolják, hogy ha meggondolod, hogy egy gömbnek a területét nekünk egy atlathoz ki kell teríteni síkba, igazából a mi térképeink nem helyesek. Tehát nem megfelelően ábrázolják, hogy helyezkednek el a kontinens ennek a gömbnek, a földnevű gömbnek a felszínén. Itt viszont tökéletesen rá lehetett illeszteni azt a bizonyos ilyen téglalap alakú részt, és pontosan kiadta ezeket a helyeket. És ennél több bizonyítékot, ezt is sokszor mondtuk, azt mondják, hogy gyerekek, mutassatok bizonyítékot. Tessék, itt van. Valaki ezt elkészítette, valaki akkor olyan technológiával rendelkezett, és ha még azt mondják, hogy nem űrhajóval ment föl, akkor jégmentes állapotban, 12 ezer évvel ezelőtt, hajókkal körbe kellett járni ezt az egész részt, a legénységnek ki kellett szállnia, és föl kellett jegyzetelni, és föl kellett, így van, és ki kellett háromszögeléssel, ki kellett jelölni ezeket a területeket. Na de könyörgöm, 12 ezer évvel ezelőtt. És akkor itt, amikor mindig elmondjuk, most is minden mindennel összefügg, igen, abban az időszakban, most már nagyjából egészében tudjuk, hogy olyan építmények készültek,
létezett itt egy olyan civilizáció, ami sokkal, de sokkal fejlettebb volt, mint a körülötte élő népek. Nevezzük ezt szokás szerint Atlantisnak. Igen. Ez a civilizáció valahonnan megkapta azt a tudást, amivel mérhetetlen módon kiemelkedett abból az időszakból, annak az időszaknak a tudásából, és képes volt arra, hogy olyan dolgokat építsen fel, amiről majd beszélünk, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a földön kívüliek átadták az emberiségnek technikai tudást. De létezik valami fajta kozmikus etikai kódex, vagy valami, hogy nem szabad konkrétan besegíteni nekik, nem szabad olyan dolgokat csinálni, hanem úgy kell átadni, hogy megismertessük veletek. Mint amikor most valaki Afrikában akar segíteni, akkor azzal ismertessük meg, hogy hogy tudtok több gabonát termelni, hogy tudjátok elrakni, raktározni, hát mindent, és nem az, hogy csak pusztán csak egy konfliktusenyét adunk. A klasszikus példa, ez amit mondtál itt, ez természetes, mert nagyon sokszor azzal a szóhasználattal élnek, hogy hát ez biztos a földön kívüliek építették. Abszolút nem biztos, de az, hogy a földön kívüliek megtanították azokat a technikai dolgokat, amikkel bizonyos épületeket létre lehetett hozni, az már elképzelhető, és amit megmondasz itt afrikai példát, és erre mondtam, hogy klasszikus példa, hogy az éhező embernek a tenger mellett nem halat kell adni, hanem halászhálót. Így van, pont, de tényleg a technikát kell átadni. Deniken egyébként úgy véli, ezeket ilyen kargó kultúráknak, egyébként szállító kultúrák, hogy idehozták, átadták ide a tudást, és ők úgy gondolják, hogy ők esetleg maguknak építettek, a földön kívülekről beszélek, saját maguknak. Építettük saját maguknak ilyen építményeket, és azokat látták azok, akik ott voltak, és utána ők megtanították, hogy a saját eszközeikkel, kövekből, mert ők véletőleg fényből, műanyagból és mindenfajta modern dologból építették, de megmutatták nekik, hogy lehet megcsinálni. Ha elárulhatjuk, hogy a következő adásban is piramisokkal foglalkozunk, hát annó a nagy piramis, nem ilyen lépcsőzetes piramis volt, tökéletesen sima volt, milliméter pontosan illeszkedő lapokkal. Milliméter, ez a szó szoros értelme. Így van, ilyen lapokkal volt borítva, tehát gyakorlatilag annak is olyan volt a felülete. Nem egy lépcsős piramist akartak csinálni, hanem egy tökéletes gúlát, igen, tökéletesen egyenes, gyönyörű felületekkel, és még egy arany csúccsal a tetején. Igen. Tehát úgy néz ki, hogy tényleg létezett egy ősi civilizáció. Biztos, hogy itt voltak a földön kívüliek, és a földön kívüliek csinálhattak saját maguknak a saját építészeti stílus alapján építményeket, és amikor a helyiek meg akarták csinálni, akkor azt mondták, oké, gyerekek, nem fogunk szállítani nektek köveket, nem fogunk levitációval segíteni, de átadjuk a technológiát, hogy a ti eszközeitekkel meg tudjátok csinálni, mert a nagy piramisokat sem lehet megcsinálni rézeszközökkel, tehát mi adunk azért nektek valami technológiát, amit azóta sem tudunk, hogy mi lehet, amivel meg lehet csinálni. És mondják, hogy lézer, és mondanak mindent. Így van. Akkor, de egyébként még azt akartam mondani itt a piramisokkal kapcsolatban is, hogy szóval mindig elmondják ezeket a különféle építési technológiákat, meg mindent, csak hát ez követhetetlen honnan, és ami mindig eszembe jut, és el is mondtam már talán egy párszor Egyiptomról, hogy ez a bizonyos tudásátadás, ez a know-how, meg azt is mondhatjuk, hogy hát az ókori Egyiptomban ott voltak a papok és a fáraó, egyes esetben, vagy egy-két esetben a fáraó lehetett földön kívüli eredetű. Így van, Eklaton például, igen. Eklaton, és itt vagyunk, hogy a papok csillagászat, matematika, mindent tudtak, és az ő saját ismereteiket nem akarták továbbadni az írástudatlan népnek, meg a rabszolgáknak, de ők honnan tudták? Szigorúan őrizték, így van. És innen jön az, hogy ők honnan kapták ezt a tudást. Így van. És amikor mondtam neked, amikor most voltam pár héttel ezelőtt Egyiptomban, vagy akkor megint kiderült, hogy ők minden ilyesmit elutasítanak, mert akkor már nem az övék lenne a tudás, nem arra lehetnének büszkék, hogy az egyiptomiak, persze, meg kell mondani, hogy Egyiptomban viszonylag kevés ősi egyiptomi él, mert azok már az arabok, és az nem ugyanaz, tehát nem ugyanaz, igen, de ez egy máshova vezet ez a dolog, de ők úgy gondolják, hogy hát ha mi elismerjük, hogy mi ezt a tudást megkaptuk, mert teljesen egyértelmű, hogy az egyik pillanatban egy földművelő nép voltunk, akik majdnem, hogy azt mondom, hogy az állatoknak, igen, a itatójából ittuk a vizet, a hát következőben 10 évvel később meg eszünkbe jut, hogy építünk egy 150 méter magas piramis 2,5 millió kőből egyenként 2,5 tonna, és ez a kno, nagyon jó, hogy megvan, hogy hogy kell ezt, igen, megépíteni, megvan, hogy hogy kell megszervezni a munkát, milyen az a több millió eszköz, ami kell hozzá, mi mindent tudunk. Aztán utána hirtelenében vége ennek az egésznek, és már semmit nem tudunk. Na jó, hát akkor megyünk tovább, és amit már itt emlegettél is, hogy
a nácik Hitler idejében, és Hitlernek, és meg ott a kollégáinak is volt olyan elképzelésük, hogy de leginkább talán Hitlertől indul ki, bár a fene tudja ezt ellenőrizni. Himmlertől? Hát igen. Azért mondom a kollégákat, hogy keresték tudatosan azokat a pontokat a Földön, ahol valamiféle rejtélyes dolog felfedezhető, vagy nem. Ősi tudást. Megvoltak le győződve, hogy az ő őseik, az árnyák egyébként idegen Na, világokban érkeztek ide. Ez az, csak nem akartam mondani, mert most mindjárt kiderül, hogy egyáltalán mikor és miért mentek a nácik Antarktiszra. Itt nagyon röviden tényleg csak kiderült, hogy feltételezik, hogy mi lehetett ott a jég alatt, esetleg élet, oda mentek barlangok, összeesküvés elmélet? Nem, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos momentum hangzott el ebben a bejátszásban, hogy az idegenek az ő technológiájukkal, amiben valóban lézerrel, bármilyen általunk nem ismert különböző eszközökkel kialakították már ezeket a bázisokat, tehát ők ott felépítettek egy bázist, amit elhagytak, saját és amikor a nácik odaérkeztek, akkor ők birtokba vették ezeket. Tehát nem kell azt feltételezni, hogy nekik olyan technológiát kellett oda vinni, hogy több kilométeres járatokat, barlangokat, építményeket kellett építeni, hanem már az készen volt. Az az ősi civilizáció, idegen földi civilizáció, akik leszálltak ott, akik piramis formákat alakítottak ki, jelzésért, nem tudom, milyen, nem tudjuk, hogy valami. Volna. De mondom, rengeteg hőforrás van egyébként, és rengeteg megvan, már ezt is meg tudták oldani, tehát nem kellett hozzá atomerőmű, természetes módon is meg tudták oldani, és amikor oda mentek a nácik, és azért feltételezik, hogy rengeteg város van, amit a nácik megtaláltak. Igen. És rengeteg olyan dolog van most a jég alatt, és még egyszer mondom, a föld alatt, a fagyott föld alatt, ahol tényleg lehetnek ősi építmények, sokkal több, mint amit mi most itt el tudunk képzelni, és sokkal több, mint amit a világ összes táján együttvéve. Ahogy ez most kezdődik, a következő 2015, hát elég közel van hozzánk, és akkor jön időjárás, miért olvad a jég, vagy talán nem is az időjárás miatt. Szóval már nagyon sokszor feltettük azt a kérdést, amit én így gyorsan félig meddig megismételve felteszek. Ugyebár elkezdték kutatni, Hitler, nácik odamentek hatalmas technikai felkészültséggel ahhoz az időhöz mérten, hajóval, stb. És akkor most ki kutat, mit kutat, miért nem kutat, vagy titkosan kutatnak, csak mi nem tudunk róla. 1000-5000 között van a személyzet, aki ott van most a déli sarkon. Hát, igazából senki nem tudja, hogy pontosan mivel foglalkoznak. Nem nagyon tudnak eltávolodni a bázisaiktól, mert olyan embertelen körülmények uralkodnak. A mi információink szerint még senki nem vizsgálta meg ezeket az alakzatokat, hogy micsodák, hogy mik lehetnek, mi volt az eredeti céljuk, és amikor arról van szó, hogy valamit föl kéne ott tárni, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy ez egyelőre ez egy lehetetlen küldetés, mert ha van is valami ott a föld alatt, akkor ha a föld alatt van, akkor is egy olyan jégréteg rakódott rá, amit át kéne fúrni, és most csak úgy azért, hogy most valamit csináljunk azért, mert néhány ilyen kókler elkezdi magyarázni, hogy ott valami idegenbázisok vannak, nem csinálunk semmit. Viszont semmifajta hivatalos magyarázat nincs arra, hogy tényleg növekszik. Az a két adat egyébként, amit elmondtak, hogy mi olvad le, és mi rakódik le, az azt jelenti, hogy lényegesen a 60 köbméter helyett azóta már, mit tudom én, 150 köbméter rakódott le. Tehát igazából 90 köbkilométerrel növekedett az ott levő, az egy eléggé szép nagy szám, növekedett a jégnek a súlya, de erről senki nem nyilatkozik, és senki nem ad magyarázatot arra sem, hogy miért kezdődött meg ott az olvadás, pont azokon a részeken, ahol fölbukkantak a piramisok is. Igen, és akkor minden tiszteletem és megbecsülésem a kutatóké, akik nyilván mintákat vesznek ott a jégből, meg minden, mi ugye el vannak, de én becsület szavamra mondom, nem olvastam semmi eredményt erről még. Semmi fajta olyan valami nincs, és semmi olyasmi eredmény nincs, amire azt mondtuk volna, hogy ennek a következtében olyan megállapításokat sikerült tennünk, hogy itt a hogynak vége van, és nincs utána semmi. Igen.
És akkor tiéd a szó a továbbiakban egy darabig. Jó, tehát ahogy, nézzék. Hogy hol nézzék meg pénteken este 9 helyett. Nem, vagy kéne, ne helyett, nem. 9 órakor nézzék meg minden este pénteken 9 óra, 21 órakor a műsorunkat a 6-os csatornán. Másnap fölkerül a Facebook oldalunkra. Az adatokból, a beérkező megfejtésekből pontosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokan nézik a műsort, mert több tudat megfejtés érkezik az adás után 10 perccel, tehát a pénteki adás után. Másnap fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára. Ha a nagy testvér éppen akadékoskodik, akkor csak a Facebookon, illetve fölrakjuk a Daily Motion oldalra. Ha régebbi műsorainkat akarják, akkor itt megtalálhatják. Ezeken az oldalakon a műsorunkhoz kapcsolódó videók, szövegek, képek megtalálhatók. És még egyszer, a múltkori adás végén is elmondtam, kérem a kedves kommentelőket, akik néha nagyon trollok, és csak ide tévedtek az oldalunkra, hogy kimélyenek meg az ostor a kemény, durva kommentjéktől, mert úgyis törölni fogjuk. Hát egyrészt, másrészt akkor azok mások is olvassák, és akkor lejáratják magukat, de hát ez az ő dolguk. Na, még egy dolog mindenféleképpen, hogy a könyvnyereményeket is megmutatom, tehát a globális agymosás, ez a 7. kötete, folytatása az összeesküvés elméleteknek, valamint a Bird admirális titkos utazása a Föld belsejébe. Ehhez hozzátartozhat netán. Hát azt tartozik hozzá, hogy az Antarktiszon keresztül lehet ott a lejárat, a Agartának a bejárat, tehát ott lehet lejutni a Föld belsejébe. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, és akkor a következő adásban arról szólunk, maradunk a piramisoknál, hogy milyen titkokat rejtenek. Általában, ez egy rossz szó, a Föld felszínén lévő piramisok, és nem csak Egyiptom, és nem csak a nagy piramis, hanem, mint ahogy a korábbiakban is elmondtuk, a Föld minden pontján, Európát is beleértve, Szerbiát, Boszniát, vagy akár Indonéziát, vagy akár Mexikót, és azt hiszem éppen említetted itt a műsor közben, hogy egy kicsit körül kell nézni ott a filmvilágon kívül Los Angeles környékén, mert még ott is van, ha igaz. Így van. Megköszönjük a figyelmet, és akkor egy hét múlva ismét, addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Csillagkapu az isteneknek, paranormális gyermekek, száműzött angyalok vagy csodalények, természetfeletti vagy véletlen, fantasztikus időutazás a rejtélyek birodalmába, a mindenség kódjai, energiahordozók és isteni postaládák, a koronák királya, összekevert sorsok, akar ön Isten lenni? Az Ezeregy éjszaka meséi, az emberi faj végzete, az erényöv titkos története, a gép szelleme, a szingularitás küszöbén, a fényvilág hírnökei, előkészített paradicsom, életre kelt tárgyak egy döbbenetes jelenség nyomában, a nagy, egyesített, spirituális elmélet, hiányzó láncszemek és materiális túlvilág. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.